Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb Budapestes videóhoz. Itt van velem Németh Bálint, a top menedzser. Itt van András is. Halló. Illetve itt vagyok én is. Haver, hallod? Be van tűrve. Szedd már ki. Be van tűrve a fülednél. Mondd már el, Bálint, mivel te lesz a játékmester, hogy ebben a videóban mit is fogunk csinálni. Én még sosem című játék lesz, amiről legalább 2 percet tudom, hogy ez micsoda. Igen. Kérdéseket fogok feltenni. Bencénél és Andrásnál is telefonja segítségével az én még sosem, és mi a másik opció? Én már igen, válaszok vannak betárazva. Ez így néz ki. Így. Szerintem látszik. Látszik, látjátok? Írjátok meg komment. Hoppá, írtak nekem. Ha még nem néztétek volna meg a harmadik epizódot, akkor a Budapest csatornán itt most megnézhetitek, illetve vasárnap 17:00-kor következik a negyedik. Szintén premierben fogjuk levetíteni, úgyhogy reméljük, hogy minél ott leszünk, ha lehet csetelni. Egyébként a harmadik résznél 10.700-an voltatok ott velünk és néztétek élőben. Ezt köszönjük szépen, jön a negyedik rész. Vasárnap 17:00 és csekkoljátok az instánkat is. Igen, mert ott van rajta a trailer. Ha minden igaz, akkor ma este fogom felrakni, szóval ez a videó már fent lesz akkor. Igen. Na, szóval fel fogok tenni kérdéseket, és akkor a srácok erre fognak választ adni. Igyekszem kicsit kínosabb kérdésekkel is belemenni. Kezdhetjük? Hát figyelj, én készen állok, de... Jó. Ez úgy jött. Volt-e olyan már, hogy az autótokkal neki mentetek valaminek, picit meghúztátok, és utána sunyiba gyorsan elzúgtatok onnan? Én már igen. Neked még soha? Ó, persze, hagyjad már! De gáz vagy! De miért? Mert ott kell hagyni egy cetit. Igen. Sajnálatos módon, Dezsőben. Ja. Akinek most megtalált az autóját valahol meghúzva, akkor az Bence lehetett. De nekem egyébként úgy volt, hogy nyilván úgy játsszuk, hogy ezt most akkor mondjuk el, hogyha már valaki ja, igen. Több mit alkalom történt? Is volt. De ott hagyd? Ott hagytam, tehát nekem volt olyan, hogy, és ez nem szabad, ne vegyetek rólam példát, de volt olyan, hogy egy régi barátommal konkrétan bent ültünk az ezelőtti autóban, amit használatba vettem nagyon sokszor, tehát édesapám autójával, még friss jogosítványos, ugye? Apu, a tipikus nézi. Igen, a tipikus sztori, és vártunk valakire, ültünk az autóban, ez egy kombi autó volt, és automata. Nyilván, ha leveszed a fékről a lábad, akkor az megindul. Ha menet irányban van, hogy D-be, akkor ez megindul. Hát ez R-ben volt, egy parkolóban, korom sötétségben vártuk az illetőt, és levettem a lábam róla, és ugye a sötétségben nem nagyon észlelhet, hogy amúgy gurulsz. Picit észleltem, hogy gurulunk, de amúgy nem foglalkoztam a ténnyel, majd egyszer csak így... Tudj! Megállt. És hát neki... Na jó, de azért nyugtass meg a nézőket, hogy azért nem úgy néz ki, hogy összetörtél egy másik autót. Ja, de hogy ez konkrétan alig látszott, ez csak valamennyi festék lejött róla, de semmi komoly. A másik autó, ami nem lett baj. Egyébként neked volt már olyan, hogy neki ment, de most úgy... Nehogy már nem volt olyan, hogy neki mentél. Egy ilyen pici oszlopnak mentem talán neki. És az oszlop... De a Mercivel? Nem, még az első kocsimmal volt egy ilyen... Ferrari, Itália. És az önkormányzatnak beszóltál, hogy neki mentél az oszlopnak. Igen, beszóltam, és kifizették a kocsimat. Az egész szentet, nem csak a karcolás. Jó, van nélkül, hogy becsületes gyerekek vagytok. Igen. Na! Nagy volt a szája, azt mondta, tud kérdéseket, de azért... Nem tud, fel kell olvasni. Olyan kérdéseket tudok, hogy elsüllyednétek. Na, volt-e már olyan valamelyik őtöknek, mondjuk ez a kérdés, rátok nézek, hogy esetleg a suliba valamelyik tanárral vagy kis tanárral úgy éreztétek, hogy ilyen flörtölős viszonyba kerültetek? Én már igen. Én még sosem. András. Mondjuk egyébként nem ők meglepődve rajta. Igen, én se. Volt és nem látott? Erről sajnos nem beszéltek semmit, de... Akkor köszönjük szépen, hogy ezt a vár. De volt már olyan is, nem egyszer. Fennyit elmondhatok. Ellenállhatatlan vagy. De szerelmes voltál a tanárnéniben? Nem, inkább lehet fordítva, vagy nem tudom. Hát mondjuk lehet sokszor, ezt az Adoniszt. Így nem van, sokszor volt oda jött így dolgánál, hogy látom, nem tudod, és így... Ja, ez szintén megszánt, hogy... Nem, csak nem utána még fölösök. Mert volt is megszánt a mindenkit utált, csak engem szeretett. Igen, valami. Aha, mert te extra okos voltál. Így van. Na jó, soha nyomtam a következő kérdésre. Volt-e veletek olyan, hogy elképesztően gázos módon lejárattátok magatokat az osztály előtt, az egész osztály előtt, vagy egy egész közösség előtt? Osztály társ előtt nem jó? Nem, így nagyobb közösség előtt, tehát nagy tömeg, osztály, csapat, stb. Előtt volt-e ilyen, hogy nagyon leégetétek, és igen, akkor majd meséljétek el. Én még sosem. Talán én még sosem, mert hirtelen nem ugrik be, de olyan, hogy osztálytárs előtt, igen.
Volt egy csaj, aki tetszett nekem is, nagy biciklis korszakomat, érted, tudod? Ugratások, diftelgetés. Ha jön, akkor... Megy a csaj az utcán, figyelj, meglátod rá. Osztálytársam! Ráhúzok, drift, a seggeit tolja egy bicikli. Igen. Megakad, a vaspedál bele így a vádlimba. És zsúgy borultál. És legyen. Konkrétan így, hát ilyen közelségben így a földön elterültem. És ő pedig így nézett illa rád, hogy... Nevetgélt, majd tovább sítált. Te pedig a véres lábbal hazatoltad. Nagyon képzel, nem ittett! Ennyi viccesebb lesz, hogyha ilyen biciklis azért... Egy busz megálló végállomásán voltunk egy ilyen fordulóban, és egy lány, meg azt hiszem, hogy még egy, és mondom, hát bicikliztem régen, mondom, oda megyek, tudod. Egy kerék, valami. Na, valami, tizé, mondom, gyorsan befalulok ott előttük. Az a volt a baj, téma, jó, de az igen. Volt a baj, hogy akkor már motoroztam is, és a motornál fordítva van a fék. És oda mentem, mondom, ah, mentem ilyen 25-30, mondom, bedriftek, megnyomtam, pif, első fék. És ráestem a csajra. Konkrétan rá a csajra? Úgy, ahogy befogtam, és így voltam. Mondjuk, jó. Na gyerekek, kihoztuk a kérdésbe a maximumot. Én nem gondoltam, igen, hogy ekkora bénák voltatok gyerekkorodatokban. Én amúgy tök jól bicikliztem. Aha. Csak úgy mondom. Gondolom. Mászolás. Három lá... Izé volt? Három kerekű volt? Kis hát de... nyuszi motor. Ilyen volt a kis dezsőben. Négy kerekű. Négy. Mi? A nyuszi, hát, a nyuszi motor az... A nyuszi motor az nem. A nyuszi motor az három kerekű. Azt hittem, hogy segít. Na, lessük tovább a következő kérdés, mert hogy van itt is, meg puskálok is. Következő kérdés, az egy kicsikét ismételten az erkölcsi dolgokat gyermekkorotokból fogja feszegetni. Volt-e olyan, hogy gyerekkorotokban elcsentetek, zsebre vágtatok valamit otthonról, boltból, nagyobb? Én már igen. Én is. Na, akkor halljuk a történeteket. Hát én gyűjtöttem a Yu-Gi-Oh kártyákat még az Obi-ban. A mit? Yu-Gi-Oh. Ennyire öreg vagy? A Yu-Gi-Oh. Nem tudod, mi a Yu-Gi-Oh. Jó, akkor is most majd egy... Egy perc néma csend Bálinak. Yu-Gi-Oh. Ezek kártyák. Biztos, hogy... Na, tudtátok. Akkor mondd el gyorsan, ez a Yu-Gi-Oh kártyák. Yu-Gi-Oh kártyák, különböző karakterek vannak, és lehet egymás ellen játszani. Meg vannak az erősségek, meg vannak a... hogy milyen speciális erői vannak. Hát, mint a régen volt az autós kártya. Igen, igen. Hát, alapvetően ennyi varázskártyák, nevezünk inkább így. Igen. És hát volt ilyen, volt az Exodia, a legerősebb boss. Igen. És olyan komoly volt tesó, hogy neki a testrészei külön kártyák voltak. Ott a jobb keze, a bal keze, a lába. És kirakhattad, vagy hat kártya, vagy nem tudom hány volt. És ez ilyen mindent visz kártya volt? Igen, tehát, de tesó az tényleg olyan volt, hogy azt nem tudtad összegyűjteni. Nem ezeket ezeket boltban szedtétek? Lehetett a boltban venni paklit. És most volt a pakliba, vagy nem vagy volt nem a pakliba? És hát, akkor te tettél, hát hogy... ugye, ha nincs a pakliba, akkor már, ha akinek van az Obi-ba, azt csak elveszem. És elvetted az Obi-t. És hogy vett? De mi? Oda mentél, tudtad, hogy jövő a vödör, a szekrény, vagy a hajó, vagy a cseresznye, és akkor úgy... És lenyúlt a pakliba. És úgy rá, érted? Az igen. De meg volt az Exodia összes darabja. Nekem is volt ilyen, csak én nagyon jó voltam benne. És én úgy játszottunk, hogy elvettük egymást. Aki nyer, az megkapja másikét. És amikor oda mentél egy ilyen 1200 lappal, és így nyert a másik, akkor elvitted az övét. Volt-e olyan helyzet már, amikor valakivel szemben ültetek, és megkérdezte, hogy ugye milyen jól áll nekem? Ugye, hogy milyen szép vagyok? És óriásit hazudottok egyébként, mert borzasztóan gázos volt, nagyon csúnya volt, és nem mertétek neki megmondani. Én azt mondom, hogy biztos, hogy volt, tehát én nekem már is mondtam, de mostanában így... De szerintem mindenki így van ezzel, hogy nem, vagy nem akarod megbántani a másikat, vagy vagytok annyira jók, vagy azt mondod, hogy fie... Én megmondom, hogy ez a Petőfi Sándor szakáll nem álljon. Megmondom, hogy ez így nem álljon itt mellettem. Na jó, hát akkor itt, de akkor neked sincs semmi történetet. Nem, unalmasak vagytok, menjünk tovább. Volt-e olyan, hogy telefonbezsárkodtatok, vagy netán bombariadót szerveztetek? Én már igen. Én is. Én telefonbezsárkodtam nagyon sokat. Rengeteg. A szokásos kislakás vegyen nagyobbat. Az nagyon mer. Nekem a kedvencemet elmondjam. Na. Jó napot, Tóth Árpád. Azt szeretném megkérdezni, hogy megy a hűtője? Jó, egy pillanat, megvárom, oké. Elmegy, megnézi, visszajön. Igen, megy. Jó, akkor menjen utána. Andrásnak még ráadásul olyan mély hangja tud lenni, hogyha akarja, hogy biztos, hogy egyébként az egy fontos kérdés van, hogy a... Jó, azért csak mondtam, mert mindig ezt mondtam, mert... Most már van hűtőmárkája. Nem, a számom az olyan, hogy kétszer ismétlődik benne valami, és ezért... Ja, nyilván a kedvencem ugye a vonaltisztítás, hogy fújjon bele a vonaltisztítást végül, és akkor... Mi?
Nem vágod? És, nem. És tényleg nem veszik. A kórház! Hát a kórház! Ti időtökben még volt a körmös a suliban, nem? Biztosan. Volt. Volt. De jó volt lehetett. Volt egy Petrinek egy videója, ami nem került ami nem ki. Került ki. Amúgy ezt kirakadnánk csak azokat a részeket belőle, ahol Bence egy játékban, hogyha elrontott valamit, akkor körmös kapott. Tehát így összefogta és egy játék, és vonalzóval olyat páholtam fakonál rá. Fakonállal nyomtott szerintem, nem? Aztán vonalzó. Nem tudom, de az a videó nem került ki végül, de konkrétan a középsúlyom az befeketedett másnapra. Na és akkor a követ, volt-e már olyan, hogy... Volt-e már olyan? Egyébként nem is mondom azt, hogy olyan. Szóval volt-e már olyan helyzet veletek? Nem, azt mondom. Volt-e már olyan helyzet veletek? Hogy volt egy gyönyörű szép lány, osztálytárs fölöttetekre rajtatok járt, és kiderült, hogy a legjobb barátotok is abban a lányban van belezúgva, és te is. És mi azt a lányt szeretitek? Én már igen. Én még nem. És mit csináltál? Hát... Nem mondtad el neki a barátodnak? Nem, ilyen fiúk. Mondtad neki a barátodnak, hogy á, figyelj, ez nem fog menni, engedd. Neked ez a csaj nem. Á, ez túl sok persze, neked. Persze, mondtam megeszi neki, az életed. De nem így, így általában jóba leszek a lánynak a barátnőjével, hogy több infót mondjon el a csajról. Akkor gyerek. De egy kiskorban, melyik a kedvenc színe? Mondd már. Mondjad már, melyik gumicukrot eszi? A Haribo? Ne vágjál szó belém, jó, légy szíves! Volt olyan általánosban, hogy volt egy lány, szerelmes voltam vele minden, volt egy másik, egyik legjobb barátomnak is tetszett, és így a barátnőtől kérdeztem meg, hogy milyen ruhákat szeret, hogy mi tetszik neki színileg, és mondta, hogy a sárga arany, azt nagyon szeretem. Mondom, jó? És LV felirat legyen egy majd, hét múlva, igen. Egy hét múlva mentem, és mamámmal, nem, még kicsi voltam, voltam ilyen 10 körül, és mamámmal elmentünk egy boltba, és vettem és az arany egy Adidas arany. Sárga melegítő, és nem egy szürke alsó, és abba mentem másnap suliba, és szart a lány. De nem lehet, hogy magán szerette, nem másokon. Lehet, azt nem mondta a barátnője szója. Mondjuk Jézus. Én megnéztem volna egyébként, ahogy ilyen nyílik a suli ajtó, az ifjú kis fejhes bajszos András besétált. És így nézek így lassan, vagányul, és a lány pedig gyakorlatilag így semmi. Ez a videó ennyi volt, érkezik a Brodapest 4. epizód vasárnap 17 órától. Csekkoljátok! Illetve ne hagyjátok ki a harmadik részt, se ott lesz a link a leírásban. És a Brodapest Instagram-ra is iratkozzatok fel, ami meg pedig itt van. És kövessetek minket. Szevasztok! Sziasztok!